Az 1998-ban elindított főszereplő rajongója volt egy álmodozó Spielbergnek, aki laza és gondatlan barátokkal, Pacey és Joey-vel próbálta ifjúságukat élni. A mai napig annak a műfajhatással vezethető vissza, amelyet a Six Seasons, az Amazon újdonsága, a nyár produkciója befolyásolt, amikor egyértelműen szépítettem a Jalandószonot és a barátaimat. A narratív sorozat rajongói az első percekben bezáródnak a szívükbe, amikor továbbfejlesztettem, mint a főszereplő, a gyomor, amely erős gondolatokkal mutat be minket az életükben. A lánya legforróbb hónapokat évente fiatalkortól tölti az anyja legjobb barátjával és fiaival. A medencébe való belépés hülyesége, és összességében a nyár felébred, mint korábban. A nézőként csatlakoztunk az eseményekhez, amikor egy fontos dolog megváltozott, ennek a történetnek a főszereplője visszatért a híres nyári rezidenciához testvérével, Stevennel és anyjukkal. A gyerekek, Conrad, aki nagyon dühös és kellemes gyermekő volt, természetesen azonnal megragadta a fejét a gyomor miatt, különösen a volt ember, aki a főszereplőt suttogta a fülébe. Annak ellenére, hogy a nyár, amikor a karakter első két részében javultam, még mindig kezdődik, az általános kép meglehetősen pozitív. Lola Thun olyan lányt játszik, aki meglehetősen magabiztosan szeretni akarja a szárnyait, és egy jó fiú, aki a helyszínen jelenik meg, azonnal kedvelhetik el. Kár, hogy ez nem Conradról szól, hanem nem változtatta meg azt, amit a gyomor eszik az emberben, a jóképűek mellett. Ezen kívül a jó fiú szerelmi háromszögét a teremtő kényszeríti minden hasonló tini drámában, tehát rendkívüli klisével rendelkezik. A nyár, amikor továbbfejlesztettem, egy klisésorozat, amely továbbra is működik és megsemmisíti. A legmeglepőbbek maradunk, mert az új Amazon sorozat, amelynek nem szabad teljesen működnie. A színészi játék igaz és a fényképezés, de időközben az epizódot Taylor Swift és Olivia Rodrigo kényszerítették, akik túl kemények voltak. Időnként valóban úgy érezzük, hogy megerőszakoljuk a fülünket az gumipopzene rágásával. Ez az, amikor valaki a közmondásról gondolkodik, ami néha kevesebb. Ez a sorozat egy tipikus lányregény adaptációja, de nem lepheti meg senkit, aki tudja, hogy alapja.